Hát Magyarország. Egészen más témával folytatjuk. A fogyasztóvédelem határozata ellenére sem hajlandó megkülönböztető jelzéssel ellátni az első magyar úgynevezett LMBTQ ideológiát tartalmazó mesekönyvet, a Labris nevű leszbikus egyesület. A telefonvonalban pedig Vékony Csongor Levente, a Mi Hazánk mozgalom budapesti elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önök viszont megtették ezt, hogyan? Tulajdonképpen azt kellene elmondanom, hogy már mi is unjuk egyébként, hogy ennyit kell foglalkoznunk a szexualitás témakörével, de ők csináltak ebből a magánügyből politikát, és ők hoznak olyan döntéseket, lépéseket, ami egy ellenreakciót vált ki belőlünk, ez pusztán a magyar gyermekek védelme érdekében történik. Jelen esetben muszáj volt kimennünk a helyszínre, ugye ezt a könyvet több könyvesboltban árulják, ez esetben a Pagony könyvesbolthoz mentünk el, ahol csak gyermekeknek szóló könyveket árulnak, de itt is megtalálható ez a Meseország mindenkié című könyv. Na most, mivel ebben ugye, ahogy ön is említette, LMBTQ tartalom van, tulajdonképpen homoszexuális és egyéb nem heteroszexuális irányzatnak a propagandája, ezért úgy gondoltuk, hogy a 18-as karikát azt mindenképpen el kell, hogy lássa ez a szerkesztő, ezt a könyvet. Ez a minimum, úgy gondoljuk, hogyha már egyáltalán megjelenhetett egy ilyen tartalmú könyv. Na de hát ezt pont gyerekeknek írták. Ugye a 18-as karika ennek ellen mondaná. Így van, de mivel a nemi és a szellemi érettség, ugye ez 22-23 éves korban szilárdul meg, a szexualitás témakörének szakértői ebben megegyeznek a vélemények ókortól napjainkig, hogy ez így van. Ezért az már biztos, hogy 18 éven a luliaknak, hogyha szexualitásról említést teszünk is, akkor az csak a heteroszexualitás témakörében történhet, hogyha más nemi identitásról vagy orientációról értesülnek a fiatalok, akkor mivel még nem szilárdult meg az ő nemi irányultságuk, könnyen befolyásolhatja őket, elbizonytalaníthatja, és olyan kérdések merülnek fel bennük, amelyek gyakorlatilag egy egészséges heteroszexuális fiatalt is negatív irányban a homoszexualitás, vagy pedig más irányultság felé vezethet. Ugye nyilván ez szakmai kérdés, de mit tudtak tenni? Önök bementek a könyvesboltba, aztán matricákat ragasztottak a könyvekre? Vagy mi mást? Hogy fogadták ott a... Hát jelen esetben ugye arról lett volna szó, hogy bemegyünk és átadunk a könyvesboltban lévő dolgozóknak egy pár 18-as karikás matricát, amin ugye a könyvben lévő homoszexuális propagandára hívjuk fel a figyelmet. Azonban mivel vélhetően ez kitudódott, hogy mi oda megyünk, ezért be is zárták ezt a boltot arra az időszakra, amíg mi előtte a sajtótájékoztatót tartottuk, így nem maradt más lehetőségünk, mint hogy ott hagyjuk a helyszínen. Ugye a jelen esetben a kirakatra ragasztottuk fel ezeket a matricákat. Terveznek-e további lépéseket, mert ugye van itt egy határozat, ugye a fogyasztóvédelem határozata, amelyet nem hajt végre tulajdonképpen a kiadó. Hát akkor ezt akár lehetne jogi útra is terelni, ezen gondolkoztak? Jogi útra tereléséről lehet szó, és gondolkoznunk kell rajta. Ugye itt mindenféleképpen meg kell ezt akadályozni, hogy ez jelen körülmények között tudjon folytatódni. Ugye azt tartjuk még egyébként felháborítónak, hogy a magyar gyermekek ellen indított támadása után most a magyar mesekultúra ellen is indított egy támadást a Labris és mellette számos más LMBTQ szervezet Magyarországon, ugyanis több mesét megtámadtak, így például a Bukkot vagy a Frakkot is a fogyasztóvédelmi főosztálynál jelentették és erre buzdítanak embereket, pusztán olyan oknál fogva, hogy Vuknak például ugye a szülei elhunytak, és a nagybácsi egyedül neveli őket. Ezt már elegendőnek tartották, hogy másság miatt jelentsék ezt a mesét, úgyhogy ez már tényleg az őrület jeleit mutatja gyakorlatilag. Hát igen, ám csak ott nincs szó a nemiségről. Egyáltalán nincs szó. Szóval nem az a fő hangsúly. Nem az, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak, mint pár, hanem ugye
Így van, és ugye a magyar mesékben azt figyelhető meg, hogy valóban a mindennapokban tapasztalható problémákra kívánj segítséget adni a fiataloknak, így megtalálható ugye az apa-anya egészséges családmodellen kívül az a mindennapokban is sajnálatos módon előforduló szerep, hogy a szülők elváltak, vagy a szülők elhunytak, de erre valóban fel kell készíteni a fiatalokat, hogy hogyan is tudják helyesen megélni ezt és kezelni. Most az, hogyha a jó szándék is vezérli, tegyük fel ezeket a szerkesztőket, akik ezt a mesekönyvet kitalálták, ugye a Meseország mindenkiét, akkor is el kell tudni mondani, hogy a jó szándék ellenére ez negatív hatást fog gyakorolni a gyermekekre sajnos. Köszönöm szépen Vékony Csongor Leventét, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti alelnökét hallották. Jó reggelt, Magyarország!